Meg annyi szakmai fórumot szervezett már az elmúlt időkben a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara, ezen szokásokat pedig idén is megpróbálják betartani, hiszen a következő hónapokban is 11 ilyen alkalmat terveznek. Olyan témák kerülnek előtérbe, mint ugye már említett környezetvédelmi felelősségbiztosítás, hulladékgazdálkodás, a MOHU-val történő szerződéskötés, az üvegvisszaváltási rendszer, mint új rendszer. Aztán természetesen digitalizáció, zöld gazdaság, technológiai transzferek alkalmazása. Márciustól indulnak a pályázatok, ami szintén azt gondolom, hogy nagyon sok vállalkozás számára érdekes dolog, és erre nyitottak lesznek. Üzleti közösségfejlesztő programok, a mentorprogram, ami kiemelt figyelmet élvez, szintén a következő időszakban indul útjára. Egy szakmai közreműködő segítségével különböző témákat dolgoznánk fel, úgy mint anyaggazdálkodás, anyagbeszerzés, költségracionalizálás, forráshoz jutás, vállalkozások közötti együttműködések, úgy mint alvállalkozói együttműködések vagy bedolgozói együttműködések. Ezek szintén olyan dolgok lehetnek, amiben a vállalkozások közti partneri együttműködést tudjuk támogatni, elősegíteni, ne talántán hosszabb távon akár klaszter együttműködések is létrejöhetnének. Hornok Jenő felhívta a figyelmet azon hiánypótló és rendhagyó szolgáltatásukra is, amelyben háttéradatokat kérhetnek le a felhasználók. Ez a terület adatbank, ez egy potenciális fejlesztési területek adatbázisa lesz, önkormányzatokkal a kapcsolatokat felvettük, adatszolgáltatások folyamatosan történnek. Ez olyan adatbázis lesz, amiben a fejleszteni szándékozó vállalkozások nagyon könnyen néhány gomb kattintás végrehajtásával meg tudják találni a számukra optimális fejlesztési területeket. Hiteladatbank szintén hasonlóképpen működik majd, a megyében elérhető fejlesztési hitelekre lehet rákeresni. Itt is gyakorlatilag ki lehet választani azt, hogy induló vállalkozás, vagy már működő vállalkozás, mekkora hitelt szeretne felvenni, mire szeretné felvenni. Ezeket a vállalkozó kijelöli, bekattingatja, és gyakorlatilag a rendszer háttéradatbázisból ezeket kiválasztja. A kamara célja továbbra is a vállalkozások, vállalkozók fejlesztése, hiszen rajtuk keresztül a térség is egyre fejlődni fog.